Van, aki imádja, van, aki utálja a Valentin napot. Mi készülünk erre az eseményre is. Veronikával méghozzá csecsebecséket is fogunk készíteni, de milyen csecsebecséket? Olyanokat hoztam most a mai napra, ami könnyen egyszerűen elkészíthető, tehát nem kell nagy előkészület hozzá, de mégis kis aranyos dolgok. Valentin nappal úgy, ahogy van, valaki nem szereti, valaki igen. Nekem még a májusfa volt a igen sokszor a kapum előtt, de most egyre nagyobb teret hódít már a Valentin is. Hát nagyon sok mindent átveszünk a nyugati országokból, Amerikából, ezt is. Egyre több a szívecske, a rózsaszirom, nálunk is megjelenik majd a szívecske, méghozzá ilyen kis üvegcsében, ha jól látom, hiszen azokat előkészítetted már. Miket fogunk ezekből az üvegcsékből készíteni? Pici parafadugókkal. Medálokat, vagy pedig ilyen kis cuki ajándéktárgyakat, de jobban nem medál, hanem ilyen nyakláncra felfűzhető, nem medál, nevezzük most medálnak. Medálnak fogunk készíteni, és ehhez kulcsokat, természetesen a valentinnapi szívecskés kulcsok, szívecskés ilyen gyöngy, akrilgyöngy, pici szívecskés fémdíszeket fogunk felhasználni. Készítsük el, és még hoztam valami mást, valami érdekességet, egy kis különlegességet. Egy bögrét fogunk most festeni, méghozzá üzenőbögrét csinálunk, nem tudom, miért hallottál-e már. Táblafestékkel kell dolgozni? Táblafestékkel, csak olyan táblafestékkel, ami porcelánra és üvegre festhető. Majd meg fogom mutatni neked, meg elmondom a részleteket, hogy lehet ezt majd később használni. Kezdjük el az üvegcséket, azt mondom. Először is eltávolítjuk az üvegből a parafadugókat. Megpróbálom ilyen nagyon szakszerűen mondani. Én a másikat megpróbálhatom? Persze. És akkor egyszerre akár két tízt is készítünk. Van egy ilyen kis drótunk. Jó, erre a drótra felfűzzük a szívet. Lefelé legyen a csücske. A drótnak, a drótnak az alján van egy kis gömb, ami meg fogja fogni a szívecskét, és akkor ezt a icipici kis fémdíszt fűzzük fel rá. Ezt a drótot aztán átfúrjuk a parafadugón. Na, ehhez kellene a szerszám, vagy akár így? Nem, én próbálj meg így, igen. Na, várjál, mert így van alulról, benne, így van. És akkor alulról felfelé. Igen. Lehetőség szerint mint egy középen tűt. Próbáljuk meg. Hát... Szegény kis drótocska elhajlik közben. Nem baj, hogy azt vissza lehet hajlítani. Közelebb fog, minél közelebb, és úgy próbáld bele szúrni, és akkor végig megy. Izgulok is ez a kezem. Nem engedi magát olyan könnyű ez a parafa. Pedig azt hittem, hogy sokkal-sokkal puhább az anyag. Nézd meg, szegény kis drótocska hajlik jobban. Nem baj, ezt vissza lehet hajlítani, úgyhogy nem olyan vészes ez a történet. Ebből nem lesz ma ajándék. De lesz. Megpróbálom a másikat, mert az masszívabbnak tűnik ez a fajta. Ez drót. Sokkal erősebb, nézd meg, vastagabb is. Uh-huh. Ezt is így, vagy ezt már felülről? Azt viszont felülről, és alulra fogunk egy kampót ez már sokkal készíteni. Jobb. És aki megfogad, győzelem! És picit ki a vége átjött, mert akkor itt könnyű áthúzni ezt is. Amilyen kiegyenlősítjük a drótot, ha egy picit így hajlott, itt a másik tessék. Jó, megvan. Egy-egy, kicsit megtörve. De sikerült. Jó, ennek a tetejére még ezt rakjuk rá. Melyiknek? Ennek? Annak a fény, ezüst színűnek a tetejére. Visszahajlítjuk a drótot. Igen, mennyire? Ehhez a kupos fogó, vagy kézzel is. Tessék, Vivi. Közben megy zenei alapfestés. Megy a zenekari próba, igen. Én is azt hallgatom, hogy jó kis rock muzsikát adnak szerintem. Na, és hogyha ez így megvan, mennyire húzzam fel, vagy le ezt a amennyire kis neked tetszik, próbáld bele az üvegcsébe, hogy milyen. Ehhez még egy láncot rakunk rá. Ó, de kis csinos. És készen is vagyunk. Na, de várjál, a másik, az viszont nem feltétlenül csak így végződik, mert elég bénen néz neki, hogyha... Aha! Valamit egy kis szívecskés kulcsot, várj egy picit, mert így, vagy először meghajlítod, és utána. Uh-huh.
ez üvegre és porcelánra is festhető táblafesték. Egyszerűen amilyen mintát akarunk felvisszük, mi most, mivel hogy Valentin napon szívet fogunk felvinni, akkor egy szívecskét ráfestünk, és ezt sütőben kell kisütni, ahhoz, hogy mosogatható legyen. Mikrohullámú sütő? Mikrohullámú sütőbe is, illetve rendes sütőbe is lehet, mind a kettő. Rajta van az utasítás, hogy meddig. Egy órát kell legalább. 180 fokon kell egy órán keresztül. Nem. Nem, 160 fok, bocsánat. Zseniális, hogy ezen is van ilyen leírás. Lekenjük, egy óra után megnézzük, hogy eléggé felette, újra kenjük, és 24 óráig lerakjuk száradni, utána pedig berakjuk a sütőbe. Én ezt a táblafestéket nagyon-nagyon szeretem. Aha. Táblafestékkel van festve nálunk fal is, amire tudnak a gyerekek rajzolni. Nem rendes táblafestékkel, és rengetegféle színben van. De tehát nagyon-nagyon-nagyon sokféle, a rózsaszíntől, a kék, a karibi kéktől, a világos kékig, mindenféle színben van már. És akkor nincs nem tudom, összeférkálta a falat. Le lehet törölni. Minél nagyobb a telet, annál több üzenetet lehet ráírni. Tehát gondolj bele, reggel, majd a párod kijön, és akkor írsz neki valami szépet aznapra. Már megint nem mosogattál el, vagy valami ilyesmire gondoltál? Hát vagy nem. A desszert a fűtőben van. Valami ilyesmire. Szép. Na, mutasd meg, mi készült, tessék. Mutatom, hogy mit lehet még készíteni. Például üvegporcelán festékkel lehet szívecskéket, feliratokat készíteni. Ezt én stencillel raktam rá, de szabad kézzel is ugyanígy szépen meg lehet rajzolni a szívecskéket, ilyen porcelán festékkel hozzá. Akkor az ötleteléseket mi biztosítottuk a nézőknek. Február 14-én, Valentin napkor igenis ilyen általunk készített ajándékokkal is meg lehet lepni szívünk választottját. Akár egy pici medaliont lehet átadni neki, kis egyszerű nyakláncra felfűzve, vagy akár üzenőbögrét készíthetünk ugye ezzel a táblafestékes megoldással, vagy ilyen kis aranyos szívecskékeket is készíthetünk, mind a kettőt sütni kell, ne feledjék. Én köszönöm szépen megint, hogy rendelkezésünkre álltál, segítségemre voltál, és hogy ötleteket adsz a nézőknek, és valahol nekünk is. Köszönöm!